Sziasztok! Hát igazándiból van néhány dolog, amit úgy szeretnék bejelenteni, és van, aminek néhányan nem fogtok örülni, néhánynak azért igencsak. Fefivel folytattuk a Cry of Fear-t, ami még a mai nap folyamán föl lesz töltve ide YouTube-ra, viszont kisebb-nagyobb technikai malőrök léptek közbe, úgyhogy hát sikeresen ronda lett a videó, mert a webkamera elszállt, és most van egy ilyen ekkora kis kocka, ami ráadásul homályos, tehát nagyon tudok neki örülni. Valamint elveszett egy kis részem, így igazándiból egy boss fightot el tudtam tüntetni, és nem tudom, hogy hova, úgyhogy azért mindenkitől elnézést kérek, de onnantól folytatjuk rendesen. Kaptam igencsak sok kérdést arra, hogy mi lesz a régebbi játékokkal, amiket elkezdtem, mi lesz azokkal, amiket úgy egyszer nekiálltam, hogy valami majd csak lesz az egészből. A Life is Strange volt az, amit nagyon-nagyon sokan mondtatok, hogy folytassam már, csináljak már vele valamit, mert érdekel néhány emberkét a sztoria. Nem tudom, az egészben az a probléma, hogy amikor elkezdtem, akkor bagos volt, akkor beakadtam, nem tudtam tovább jutni, nem találtam a titok nyitját, hogy mit felejtettem el, vagy bármi ilyesmi, semmi. És úgy voltam az egészen, adjuk a francba. Kérdeztétek, hogy mi lesz a spookis videókkal. Igazándiból most eljutottunk Krisztivel az 500. részig. A 400. és az 500. rész között nem volt semmi ijesztő. Nem nagyon vagyok benne biztos, hogy én azt így nagyon folytatni akarom, mert eleve nem éppenséggel egy olyan játék, ami a kedvenceim közé tartozik, és nem, hogy mondjam, tehát nem tetszik maga a játék most már. Tehát az eleinte azért oké, para volt, megszokhatóak a jumpscare-ek, és már nem ijesztő, tehát az meg, hogy balt arccal végig megyek, szerintem nekem se annyira, tehát úgy nincs értelme. Kaptam néhány ajánlatot, hogy próbáljak meg doomozni, vagy szedjem le a Far Cry-t. Hát az még egy kicsit odébb van, azzal még most nem, tehát Far Cry Primal az ne haragudjatok, az nem fog menni. Most egyelőre a Cry of Fear, amit mindenképpen folytatni fogok. Sok olyan elképzelés van, hogy lesz még TF2-s videóm, abból nem tudom, hogy most livestreamet csináljak, vagy csak simán videózzak, mert sima videóhoz hosszú lenne livestreamet, meg hát nem tudom, mennyire akarok most megint. A Brawlhallát ajánlottátok nagyon-nagyon sokan, azzal mindenképpen fogok játszani, ahhoz valószínűleg Dalla segítségét fogom kérni, mert hát egy az, hogy megvan hozzá a szövege, a másik meg, hogy jó maga a játék, úgyhogy az elég sok eséllyel folytatódni fog. Most igazániból a Cry of Fear az, amire nagyon rá vagyok akaszkodva. Igazándiból szerintem oly sok minden egyéb nem nagyon van. Hát szerintem nagyjából ennyi. Tehát több mindent nem nagyon tudok, és nem is igazán akarom jártatni fölöslegesen a számat. Ennyi. Most egy kicsit Cry of Fear, aztán, hogyha találtok valami egyéb ilyen hasonló érdekességet, tényleg, ami ilyen kicsit FPS feelingűs, lövöldözős action, amire azt mondjátok, hogy érdekes, de mégis ijesztő, nem doomozni fogok. Tehát az még egyelőre nem. Tehát egyelőre videózás gyanánt örülök, hogyha csak egy játék ijeszti ki belőlem a lelket. Nem akarok egyszerre többet kombinálni, tehát hogy úgy kezd egy kicsit rossz érzésé válni, bekapcsolni a gépet, hogy így ki vannak rakva így a horror játékok, és mondjuk lehet, hogy egyszerűbb dolog lenne lementeni mappába, és akkor úgy berakni valami ilyen egyéb játékok. Majd elválik. Úgyhogy igazándiból ennyit akartam elmondani, nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztétek, és nagyon szépen köszönöm, hogy figyelemmel követitek a csatornámat. Úgyhogy nem sokára jön a Cry of Fear. Sziasztok!